Világutazó. A 17. században már a világ legnagyobb városa volt. Túlélt földrengéseket, tűzvészt és bombázást. Az ellentétek városa betekintést nyújt a jövőbe, és emlékeztet minket a múltra. Ez itt Tokió! Tokió japán fővárosa, nyugatra a tengeren túl Oroszország és Korea legközelebbi országok. A 13 millió lakosú Tokió hatalmas kikötőváros, a legnagyobb sziget Honshu keleti partján. Tokió központja a birodalmi palota, ami körül található a Yamanote vasútvonal. A vonaton utazva látogatom meg az ősi Sensoji templomot és a háborús múzeumot, odaiba modern épületeit, valamint a Shinjukuban és Shibuyában lévő éjszakai bárokat. Tokió városi kalauz. Asakusában kezdjük a város megismerését. Asakusa a város egyik régi munkás negyede. Innen kezdjük ebből a templomból, a Sensoji-ből. Nem csak azért, mert az egyik leghíresebb buddhista templom a városban, hanem azért, mert a legrégebbi, a 7. században épült. Három spirituális filozófiai irányzat régóta nagy hatással van a japánok életére, a Shinto, egy ősi természetimádó vallás, a konfucianizmus, ami az erkölcs, a család és az ősök tiszteletét hangsúlyozza, a buddhizmus pedig, amit a 6. század óta követnek a szigeten, a meditáción keresztül keresi a megvilágosodást. Ez itt egy tömjén füstölő. A lényeg az, hogy a füstöt tereljük afelé a testrészünk felé, amelyik fáj. A fejem. Itt vagyunk a főtemplomban. Egy legenda szerint két halász megtalálta az együttérzés istennőjének, Kannonnak képét. A templomot azért építették, hogy a képet megvédjék. Azért jöttem, hogy tisztelettel adózzak az istennő előtt, és szerencsét hozzon utam során. Jó hasznát veszem ennek, mert sok szerencsére van szükségem. A bot végén van egy kis rajz. Megkeresem a hozzátartozó fiókot, amiben találok egy papírost. Lássuk csak, a legjobb szerencse szám a 11-es. Angolul is rá van írva. Kincs és méltóság a jutalmam. Mindenki megismeri a nevem, még a fővárosban is. Ez jól hangzik. Jó napot! Igen, én vagyok az. Jó napot! A Sensoji templom megadja azt a nyugalmat, amire nagy szüksége van annak, aki fejest ugrik Tokió forgatagába. Azért nehéz közlekedni, mert a legtöbb feliratot csak japánul tüntetik fel. Éppen ezért nem könnyű azoknak közlekedni, akik nem japánok, hanem más nemzetiségűek. Egészen egyszerű. Itt vagyunk Shibuyában, megnézem, melyik metróvonalra váltok jegyet. A Tokió állomásra kell eljutnom, tehát ez a narancsszínű vonal lesz jó, ami a Ginza, aztán átszállok a pirosra. Majdnem eltaláltam. Mindegy, meglátjuk, mi lesz. Naponta több mint 7,5 millió ember használja a város két legfőbb metróvonalát, valamint a számos állami és magánközlekedési eszközöket, amik a városban járnak. Tokió tömegközlekedése a világon a legnagyobb, és szinte mindenhová eljuthatunk vele. De kerüljük a reggeli és esti csúcsforgalmat, ha csak nem akarunk Szardíniaként utazni. A rendszer bonyolult, de könnyebb a helyzet 2002 óta, mióta Japánban rendezték a labdarúgó világbajnokságot. Számokra és rajzokra alapuló jelrendszer dolgoztak ki, hogy az elkeseredett turisták se vesszenek el. Nézzék, fantasztikus ötlet!
Minden információ rajta van ezen a képernyőn, amire szükségünk lehet. A metróvonal neve, hogy melyik állomás következik, hol kell átszállni. Egy gond van vele. Az átszállásnál használt metróvonal térképe nincs rajta. Szóval nem könnyű kiigazodni. A tokiójak a metrón kikapcsolódnak, szundítanak, vagy manga képregényt olvasgatnak. Az étkezés nem okoz sok gondot, mivel mindent, ami kapható, gusztusos műanyag képekkel bemutatják az étterem ablakában. Ezt nézzék meg! Ez a rengeteg műanyag kaja meghozta az étvágyamat. Keresek egy éttermet, ahol nincs műanyag ennivaló. A japán konyha változatos. Nem könnyű, inkább bonyolult, de igazán finom. A japán ételeket soha nem lehet megunni. Egészen más, mint az otthon kapható japán ételek. Itt többféle változatos ennivalókat találunk. És nagyon finom. Azért néha meglepődik az ember. Az itteniek segítőkészek, és szívesen elmagyarázzák, mit teszünk. Ez az. Arigato. Ezt nézzék meg. Ramen tésztalevest választottam, ami tulajdonképpen a japánok nemzeti eledele. Tokióban legalább 5000 ehhez hasonló éttermet találunk. A levesben tészta, zöldség és tyúkhús, disznóhús vagy hal van. Álljunk neki! Japán szokás szerint befalom a tésztát. A hangos evés azt jelenti, hogy az embernek ízlik a falat. A tészta finom, jól eltölt és csak pár dollárba kerül. Érdemes kipróbálni. Az a jó Japánban, hogy nincs borravaló. Nem azért, mert nem adnék. Energiával teli vágok neki hajón a Sumida folyónak, Odaiba felé, mielőtt meglátogatok egy éjszakai sake bárt Shibuyában. Teszünk egy kis kiruccanást a jövőbe. A Sumida folyón hajózunk, és Odaibába tartunk egy futurisztikus városba, ami a 80-as években épült, az ország fellendülésekor, a tengertől elhódított területen. Az Odaiba terv során a világ legkalandvágyóbb építészei és tervezői új technikákat próbáltak ki. Szabadjára engedték fantáziájukat, és olyan várost alkottak meg, amit egy japán fantasztikus filmben lehetne látni. Abban az épületben található az Asahi-sör központja. Egy francia építész, Philippe Starr tervezte. A tokiójak igen kedvesen nevezték el az épületet, úgy hívják a kakiház. Fogalma sincs, hogy miért. Nem meglepő, hogy az Odaiba negyedben a legmodernebb japán vállalatok sora található meg. Ez itt a Panasonic jövőképe. A vállalatok az itthoni piacokon próbálják ki az új termékeket, mielőtt azokat az egész világon elterjesztenék. Itt új fogalmat kapott az emberek közötti kommunikáció. Sok japán már a saját cybervilágában él. Fantasztikus mobiltelefonjaik vannak. Nem csak telefonálásra jók, de szinte már mosni és főzni is lehet velük. Nézzük csak, jó kis játék, egy virtuális világtérkép. Bármilyen nagyváros nevét megnyomjuk, lássuk Tokiót. Felnagyítja az utcákat, és háromdimenziós térképté válik. Ez a Tokió torony. Meg lehet forgatni. Ez meg a Tokió állomás. A Panasonic által épített futurisztikus házban vagyunk. Itt van a bejárat. Iris felismeréssel lehet kinyitni. Van hozzá tenyérlenyomat is. Így nyílik az ajtó.
Kifelé nyílik, szóval meg kell kerülni. Ilyen. Ilyenkor kell hazajönni. A sütőben szénné égett a vacsora. Írtó dühös vagyok. Jeffrey, mi lenne, ha csak köszönnél, ha örülnél, hogy hazajöttem? Miért kell belém kötni? Nyugodj meg. Kapcsold fel a világítást. Már is, főnök. Isten hozta önöket a nappaliban. Mutatok valamit, ezt nézzék. Az ott egy tévéképernyő, teljesen lapos. Van rajta két hangfal. Mindenre jó. Lehet tévét nézni rajta, internetezni, e-mailt írni, a távirányító. Mivel ma nehéz napom volt, beadagolok egy pihentető programot. A pihenés után jöhet az izgalom. Remek lehetőség a tokiói város nézése az éjszakai helikopter. Az XLR-rel repülök. Tokió olyan város, amit érdemes éjjel is megnézni. Úgy van kivilágítva akár egy karácsonyfa. Gyönyörű! Fél óra repülés alatt megnézhetjük a város leghíresebb épületeit, és szembesülhetünk a város méreteivel. Tokió külvárosaival együtt 22 millió embernek ad otthont. A földre visszatérve irány a Roppongi, ahol megkóstolok néhány igazi szakét. Bemutatom Okawa urat, az ő szakébárjában ülünk, amit látják sokfajta szakétart. Azt mondják, hogy ez az ital tartja össze a japán társadalmat. Isszák, amikor gyerek születik, amikor házasságot kötnek, amikor valakit eltemetnek, persze máskor is iszogatnak. Ez itt a császár itala. És csak híres emberek isznak belőle. Meg kell kóstolnom. A nyugaton rizspálinkának hívott szakét rizsből és vízből a sörhöz hasonlóan készítik el. Igen, kérek még egyet. Minden fajtának sajátos íze van, és hidegen, forrón vagy szobahőmérsékleten fogyasztható. Nem tudom, melyik. Túl sokat ittam. Minden összefolyik. Új nap, új macska, jaj. Gyógyuljunk ki belőle egy adag friss, nyers hal látványával. Komoly munka folyik. Úgy néz ki, mint egy színházi előadás, pedig nem az. Hajnali 5 óra van. Ez pedig a legnagyobb nagybani halpiac a világon. A naponta megtartott kékuszonyú tonhal árverésen veszünk részt a Tsukiu piacon. A halak elérik a 250 kg súlyt, darabonként elkérnek értük 20 ezer dollárt. Nem rossz ár egy kis horgászás után. A Japánban elfogyasztott halak egyharmada ezen a piacon talál gazdára. Naponta 400 különféle halfajtát adnak el minden nap. Ez itt az én kedvencem. A híres halfajta, ami mérgezést okoz, ha nem megfelelően van elkészítve. Olyan veszélyes, hogy külön engedély kell a megvásárlásához. Ez aztán... Hogy lehet ennek ellenállni? Ezekben a boltokban mindent lehet kapni, ami a halakhoz kell. Gumikötényt, gumikesztyűt,
Ez itt egy tonhalkampó. Ezzel rántják ki a halat a vízből. Mutatok valamit. Ezt nézzék. Japánban kaphatók a legjobb kések a világon. A legjobb sushi szakácsok saját kezüleg élezik a késüket. Főleg, ha megittak egy üveg szakét. Nézzék csak. Minden kések legjobbika. $1000 kerül. Ha kivesszük a tokból, mindenki megijed tőlük. Hogy van, kisasszony? Megmutassam a késemet. A japánok oda vannak a divatért. Sok japán több pénzt költ ruhákra, mint a lakása berendezésére. A lényeg a megjelenés. Ezért most barátommal, Mayomival irány Harakuju, és vigyeljük meg a tokiói fiatalokat. Ezen az utcán rengeteg fiatal tolong, őrültebbnél őrültebb ruhákkal találkozunk. A világ minden részéből jönnek ide tervezők, akik az elegáns boltokból lopják az ötleteket. Lássuk, milyen bolondos viseleteket hordanak. Nagyon csinos, jól áll a kék haj. Szia! Ez milyen divat? Dekoráknak hívják, a dekoratív szó után. Szóval dekoratív. Mondd csak, Mayumi, Japán hol tart a divat szintjén? A csúcson van, vagy inkább alul? Nem vagyunk a csúcson, de néhány híres tervező azért jön Japánba, hogy az utcai viselet alapján merítsen ihletet következő kollekciójához. Remélem, önök is érzik a vibrálást. Micsoda látvány! Orvostan hallgatok? Ő orvos, ő pedig nővér. Honnan tudod? A japán ruhák különlegesek, ahogy az emberek öltözködése is az. Miért? Azt hiszem azért, mert messze vagyunk Európától, és saját kultúránk van. Honnan jön az ötlet a ruhákhoz? Főleg a japán képregényekből. Na hát. Maga egy kalóz? Kalóz akar lenni? Ez a legszebb, amit ma láttunk, köszönjük. Nagyon csinos. Nem akarok udvariatlan lenni, de maguk nem normálisak. Hogyan? Nem normálisak. Ez milyen divat? Nagyon tetszik. Hogy kerültem ide? Ne kerülgessük a forrókását. Tokió nagyon drága város, de ha körülnézünk, kérdezősködünk, ismerünk egy-két embert, akkor találhatunk pár olcsó, felfedezetlen gyémántot is. A Savanoya egy régi vendéglő, vagyis Ryokan, Nezubel városban. Az ilyen vendéglők mindig családi vállalkozásban vannak. Pontosan ilyen szobára vágytam. Tipikus japán hangulatú. A szállodát a Saur család vezeti. Minden megvan benne. A tatami szőnyeg, a matrac, a papírablakok. Itt van a teám is. A szoba csak $45 kerül éjszakánként, ami Tokióban nagyon olcsó. Nincs elegáns fürdőszoba, de a fürdőkádban két ember is elfér. Pihenjünk néhány percet, mossuk le magunkról az izzadságot, aztán induljunk felfedezni az éjszakai Tokió hangjait és ízeit. Ha igazi japán sajátosságra vágynak és nem akarnak hozzá bankot rabolni, irány a Shinjuku állomás környéke. Az ilyen kerületek miatt tetszik nekem nagyon Tokió. Csupa ellentét az egész. Az egyik utcában modern felhőkarcolók, a jövő városa. Aztán belépünk egy ilyen kis utcába, és mintha évtizedeket mentünk volna vissza az időbe. Igen, kérek, kérek belőle. Egészségünkre. Remekül érzem magam. A Shinjukuban vagyunk. Ha ennének valamit, térjenek be egy talponállóba. Rengeteg étel közül választhatunk, gyorsan elkészítik nekünk. Ez a hely már 50 éve működik, de sajnos az új építkezések miatt lassan megszűnnek az ilyen hangulatos kis helyek.
Csak ha maga is iszik. Adok önöknek egy jó tanácsot. Ha nem ismerik a japán ételeket, legyen maguknál egy műanyag ennivaló, amit előzőleg az éttermek kirakatában láttunk. Aztán azt mondják, kérhetnék egy ilyet? Igen, angol ennivaló. Jó, mi? Tessék, szalonnás tojás. Kóstolja meg. Jó, mi? Ma elutazom Tokióból a Kanto Matsurira, a japánok egyik legnagyobb fesztiváljára. 640 kilométert utazok Tokióból északnyugatra Honshu szigetén, Akita kikötővárosig, a Shinkansenen a 288 km/h sebességű vonaton. Ha sokat utaznak vonattal, érdemes jó előre vonatbérletet venni. Így olcsóbb. Jó estét, Tokió! Akita városában járunk. Ma reggel azért jöttünk ide, hogy megnézzük, hogy ezek a fiúk hogyan egyensúlyozzák a póznák a testük különböző részén, mert ma este fellépnek a Kanto Fesztiválon. A Kanto egy 9 méter hosszú bambuszpózna, amiről rizs szemeket jelképező lámpások lógnak le. A fiatalok tenyerükön, homlokukon, vállukon és derekukon egyensúlyozva tartják meg a póznákat. Izgalmas őket figyelni. Nem csak az a feladat, hogy a homlokon vagy a derekukon egyensúlyozzák a póznát, hanem az is, hogy lépjenek ki a földre rajzolt körből. Ne hagyd ledőlni! Micsoda? Hogy ki? Ian úr, akkor én jövök, csak erre a pillanatra vártam. A közönség soraiból nézve a feladat nem tűnt nehéznek. Hol? Jó, értem. Értem. Várjunk csak. Belekapott a szél. Megvan, megvan. Nem, megtartom. Ez az. Köszönöm! Köszönöm! Bevesztek a csapatba? Akkor ma este találkozunk. Nem volt könnyű, de bevettek a csapatba. Megyek, gyúrok egy kicsit várra. Kapok hajpártot is? Leszállt az éjszaka, a lámpákat meggyújtották, a parádé kezdetét veszi. Micsoda hangzavar! Mindenki kiabál, verik a dobokat! A japánok minden alkalmat megragadnak az ünneplésre. A Kantót eredetileg azért tartották, hogy elűzzék a nagy nyári meleg okozta rossz kedvet, és hogy az ősz jó termést hozzon. Here we go. Megvan, fogom. Nem bírom, ledől. Kapjátok el, fiúk. Hoppá. Meglöktek. Én ma már leszerepeltem. A fesztivál nélkülem folytatódik. De remekül éreztem magam. Fantasztikus a hangulat. Olyan, mint Woodstock volt annak idején. Úgyis jobbak az angolok. Tokióba visszatérve meglátogatom a császári palotát, a Yasukuni síremléket és a háborús múzeumot. Aztán egy kicsit szamuráj lesz belőlem. Ismét Tokióban vagyunk, és mögöttem a világ egyik legdrágább telke, a császári palota. A felvirágzó 80-as években úgy becsülték, hogy ez a telek sokkal drágább, mint amennyibe egész Kalifornia állam kerülne.
A császári család 1868 óta él a palotában, mióta Meiji császár Kiotóból Tokióba tette át székhelyét. A palotát szétbombázták a II. Világháborúban, és 1968-ig nem újították fel teljesen. A palotakert melletti út végén található Japán egyik legtöbb vitát kavart síremléke. A tori kapu jelképezi a háborúban elesett japán katonák számára a földről a mennyországba vezető utat. A japánok úgy hiszik, hogy a jövő békéje úgy érhető el, ha azokhoz imádkoznak, akik életüket adták a hazáért. A hősi halottakról a Yasukuni síremléknél emlékeznek meg. A síremlékkel szemben van Tokió legrégebbi múzeuma, amit 1882-ben alapítottak. Az Ayushukan háborús múzeum japán katonai történelméről őriz emlékeket. A 12. században alapították a szamurájok nemzetségét. Magatartásukat szigorúan szabályozták. Szabálykönyvükben a busidóban. Egy szamuráj inkább megölte magát, mint hogy szégyent hozzon a mesterére, és bár a szamuráj nemzetséget eltörölték az 1870-es években, a busidót nem felejtették el. A 11. században szent viharok, a kamikázék akadályozták meg, hogy a mongolok betörjenek Japánba. A II. Világháborúban kamikázéknak hívták azokat a fiatal embereket, akik a busidó szellemében öngyilkosságot követtek el, hogy megvédjék hazájukat. Az emberi torpedó csak egyike a kamikáze öngyilkossági eszközeinek. Ez itt egy ember vezette bomba. Egy másik repülőgépre erősítették fel, majd elengedték, és rádobták a célpontra. Cseresznyevirágzásnak hívták. Ez a mozdony a Burma-Tájföld vasútvonalon jár. A feliratok nem említik a sok ezer rabot, akik a vasút építésekor meghaltak. A sebeknek még be kell gyógyulni. Bár van, amelyik soha nem gyógyul be. A japánok a II. Világháború vége óta békés nemzet, és a szamuráj múlttal már csak a harcművészetek terén találkozhatunk. Tabuchi Sensei bemutatja, hogyan védi meg magát, ha egy csapat vad összetekert tatami szőnyeg támadja meg. Egyébként a szőnyegek hasonlóak az emberi végtagok testszöveteihez. Sensei-sen csak egyike a szabad stílusú kardforgatás mestereinek Japánban. Ase Yamaguchi a másik mester bemutat nekem néhány alapfogást. A kis ujj szorosan, a másik ujj lazán. Értem. Ez bizony előfordul néha. Lifegni fog a karja. Nyugalom, aztán sújtson le. Értem. Hű, ez klassz érzés volt. Velem van az erő. Köszönöm, nagyon tetszett. Túlságosan is élveztem a dolgot, érti, ugye? Köszönöm, tényleg nagyon érdekes volt. Nézzék csak meg. Egy vágással sikerült lenyisztani. Szépen sikerült. Csambarázni fogok, ami a szabad stílusú kardforgatás neve. Tabuchi Sensei-nak van egy edzőterme, vagyis dojoja, ahol a Csambara nevű kardforgatási technikát oktatja tanítványainak. Felfújható kardokat használnak, de nehogy azt higgyék, hogy csak bolondoznak. A pirosban lévő játékos világbajnok. Mennyivel nyertem? Ismét elutazom Tokióból. Vár rám Japán egyik legnagyobb jelképe, a szunnyadó vulkán, a Fujiyama-hegy. Shinjukuban szállok vonatra, mert azzal érdemes megtenni a 80 kilométeres utat. Buszok is járnak a hegyhez, de júliusban és augusztusban annyi a turista, hogy úgy tűnik, egész Tokió a hegyhez indul. A legjobb kiinduló pontnál a Kawaguchi-kō 5. állomáson találkozom vezetőmmel, Gingerrel.
Utunkat azzal kezdjük, hogy áldást kérünk az ősöktől a Sintó templomban, mielőtt rátennénk lábunkat a hatalmas hegyre. A táj varázslatosságát az adja, hogy a Fujiyama egy részét soha nem lehet látni, mert a hegy ködbe burkolózik. Biztos, hogy ott van valahol? Igen, megígérem. Ez biztos? 100% együtt megtaláljuk. A szabályos kúp alakú vulkán a semmiből nőtt ki. Így nem csoda, hogy a japánok úgy tartják, hogy itt van a mennyországba vezető kapu. Az ötödik állomáson 2470 méter magasan mászunk az északi lejtőn. Éjszaka megállunk 3630 méter magasan, aztán holnap jöhet a csúcs. Hihetetlen élmény. Nyugodt és lelkileg pihentető hatással van az emberre. A csúcson az ember üldögél és nézegeti a felhőket. Csodaszép. A völgyben 40 fok van, a hegy csúcsán viszont fagy. Hozzanak sok meleg ruhát, ami nem ázik be, és erős bakancsot. Ugye már félúton vagyunk a csúcshoz. Nem egészen, mert jelenleg... Ne nevessen így! Jelenleg az 5. és 6. állomás között vagyunk körülbelül 2500 méter magasan. Azon a magasságon lesz a 6. állomás, 2700 méteren. Odáig kell eljutnunk? Igen. Aztán az utolsó állomáson, a 8. egy kunyhóban szállunk, meg 3200 méter magasan. Ha szerencséje van, tud olyan magasan aludni. Ott alszunk ma éjjel? Igen. Hányszor jártál már a Fujiyamán? A mostani úttal együtt összesen 24 alkalommal. 24-szer? Igen. A nap leszáll, a hőmérséklet egyre alacsonyabb lesz, mi pedig megérkezünk az első kunyhóhoz, ahol pihenünk egyet, és feltöltjük ennivaló készleteinket. Micsoda bolt! Itt mindent lehet kapni. Csokoládét, mogyorót, szárított gyümölcset. Ez micsoda? Paratkozott oxigén. Hogy micsoda? Megőrülök. Ha nincs levegő, akkor ebből szopogatunk. Ha szükség van rá, leszedjük a tetejét, és maszk lesz belőle. Bedobjuk az üveg oldalába, megnyomjuk, és jön az oxigén. Veszek egy ilyet. Van egy olyan érzésem, hogy szükségem lesz rá. Te is kérsz? Köszönöm, nem kérek. Kemény leányzó vagy, igaz? Elég sötét van. Néhány órán át teljes sötétségben haladunk tovább. Aztán végre megpillantom a pirosra festett tori kaput, ami alatt a kunyhónk áll, ahol ma este megszállunk. Végül felértünk a 8. állomásra, a csúcs alatt vagyunk. Pár órát pihenünk. Sorstársaim inkább kinn várakoznak, összebújnak a hegyi levegőben. Mivel én már érzem a szintkülönbség hatását magamon, kivettem egy matracot. Soha nem hittem, hogy olyan boldog leszek, mint amikor megláttam a kunyhót. Nagyszerű ideben. Most azonban aludnom kell, mert állítólag éjjel 3-kor felkelünk, hogy felérjünk a csúcsra. Csak 300 méterre van innen, de másfél órába telik feljutnunk. Azonban megéri a fáradtságot. A pocsék alvás után éjjel 3-kor indulunk el Gingerrel. Úgy tűnik, hogy a hegyen ilyenkor csúcsforgalom van. Mintha egész Tokió ide zarándokolt volna. Nézzék csak! Milyen gyönyörű! De az ott egy rémálom. Mint egy cirkuszban. Most először mássza meg a hegyet? Igen, ezt most először, bár már évek óta tervezem. Megérte? Szerintem igen. Mit szól ehhez a tömeghez? Nagyon különös. Rémálom, soha életemben nem láttam ennyi embert hegyet mászni. De elismerem, hogy nagyon érdekes látvány. A tömeg ellenére a nap felkelte a Fujiyama tetején valóban elragadó. Majdnem megérte a fáradtságot, de szerintem van igazság egy régi mondásban.
Aki egyszer felmászik a Fujiyamára, az bölcs ember. Aki kétszer, az bolond. Oda nézzenek! Az ott a hegy közepe, a vulkán krátere. A természet ereje alkotta ezt a hatalmas krátert. És a természet ereje most levisz engem erről a hegyről. Gyere, Ginger! Ismét Tokióban vagyunk. Kerékpárral próbáljuk visszaszerezni régi formánkat. A kölcsönzés nem olcsó mulatság, naponta 35 dollárba kerül, és nem tűnik valami jó ötletnek. A várost ugyan jól meg lehet nézni, de a kánikula elviselhetetlen. Nagyon meleg van. Árnyékban 35 fok. De szerencsére a városban és Japánban mindenfelé vannak ilyen automaták, amikből a világ minden üdítőitalát meg lehet venni. Vásárolhatunk teát, zöld teát, kávét, energiaitalt, ásványvizet, gyümölcslevet. Meg is van. Jó kis hideg víz. A vulkán közelségének vannak előnyei. Ellátogatunk egy forró vízű forráshoz, egy onsenhez. Ez a fürdő Tokió központjában található, maga az oázis a zajos nagyváros közepén. Ahogy Japánban szokás, mindent külön rituáléval kezdenek, mielőtt még nekiállnának a lényegnek. Szépen alaposan megmosakszunk. Jól megdörzsöljük. Sok ehhez hasonló fürdő van az országban, és a japánok esküsznek arra, hogy a forró víznek gyógyító hatása van. A legtöbb onsenben külön fürdenek a férfiak és a nők, mégpedig meztelenül. A közfürdőkben ugyanakkor viselhetünk fürdőruhát, ha szégyellősek vagyunk. Én persze nem vagyok az. Egy újabb fesztivál, és megint útnak indulunk a Shinkansenen. Ezúttal 720 kilométert teszünk meg Tokió Ueno állomásától a Honshu-sziget északi csúcsában lévő Aomori-ig. Aomori üdülőváros. Sok tokiói itt piheni ki a nagyvárosban felgyülemlett fáradtságot. Élvezik a tengerpartot, a napot és a friss levegőt, valamint a napon sütkérező sumo-birkózók látványát. Azonban mi a Nebuta Fesztivál miatt érkeztünk. A Nebuta egyfajta lapos csónak, amit japán papírból készítenek, és legendás japán és kínai történetek fűződnek hozzá. A csónakot először a 9. században használták fel, amikor egy tábornok épített egy hatalmas Nebutát, hogy elijessze vele az ellenséget. Ma az évente megrendezett ünnepségen a Nebutákat zsűri értékeli, majd a versenyzők vízre bocsátják műveiket. Néhány óra múlva ez a sok-sok Nebuta életre kell! Sikerült feljutnom az egyik Nebutára, amit az Aomori önkormányzat hozzájárulásával építettek. Ez tényleg papírból van? Igen, az egésznek van egy alapja, amire felragasztják a különálló papírokat. Belülről 800-1000 lámpa világítja meg. Reméljük, hogy nem esik. Mi lesz az én dolgom? Mi csinálja? A táncosok közé fog beállni. Minden csónak elején vannak táncosok, akik jó kedvre derítik a nézőket. És így az egész fesztivál vidámabb lesz. Szóval táncos leszek? Igen. Rázzak? A lényeg az, hogy felszabadultan viselkedjen. Hát az nem lesz egyszerű ebben a szerelésben. Most kezdődik? Igen. Hol a csónakunk? Menjünk, keressük meg! Az előbb kezdődött el a fesztivál. Mögöttem a Nebuta, vagyis a csónakunk. Minden csónak teljesen más. A miénken van egy szamuráj, meg a segítője. A szamuráj elvesztette a csatát, és meg akarja ölni magát. A szolga pedig odaveti magát az ellenségnek. Ezért állnak ki belőle nyilak. Már jön is! Táncoljatok! A japánok állítólag zárkózott, visszahúzódó emberek, de az ünnepségeken és fesztiválokon mégis mindenki megbolond. See the
Az a helyzet, hogy tánc közben kissé melegem lett. Mi lehet jobb ilyenkor egy kis szakénál? Kaphatok? Igen? Ez az. Milyen rendes tőle, hogy nem poharat adott. Igen! Vár a tömeg! A fesztiválnak lassan vége, de nézzék csak, hogy festek. Micsoda ruha! Szerintem kezdek félig japán lenni. Elérkezett utazásom utolsó napja. Szombat van, ezért irány a Tokiói Dóm. Baseball meccsre megyek. A legnépszerűbb csapat a Yomiuri Giants mérkőzésén vagyunk. A japánok imádják az amerikai kultúrát, és nem meglepő, hogy sok játékos Amerikából érkezett hozzájuk. Például Taffy Rhodes is. A japán közönség? Ha egy eljön, akkor még hoz 100 másikat. Ha kevesen jönnek el, akkor nagyon kevesen vannak. Ha odafigyelek a játékra, akkor mindig nagy sikerem van. Maga tartja az ütési rekordot? Igen, én. Mennyi a rekord? Eddig 38. Eddig mennyit játszottak? Eddig 106 mérkőzésünk volt, még 36 meccs van hátra a szezonból. Gratulálok. Remélem, ma még ütesz. Ha segítség kell, csak szóljon. Jó, majd szólok. A meccs igazi családi esemény. A gyerekek jól szórakoznak az amerikai eredetű sport és a japán rajzfilmfigurák érdekes keverékén. Itt sokkal családiasabb a hangulat. Amerikában előfordul, hogy két szurkolócsapat összeverekszik, itt mindenki nyugodtan szórakozik. Ugyanannyi ponttal játszanak, mint otthon. Előfordul, hogy többet érnek el. Szóval a játék ugyanaz, bár az itteni csapatok inkább a védelemre alapoznak. Felkészültem a nagy mérkőzésre! Tintahal és Zöldtea! Ne zavarjanak! A csapatom nyert, bár le kellett cserélnem pár embert középen. Mehetünk ünnepelni. Tokióban 24 órán át folyik az élet, és a bárok hangulata kifejezi a japánok őrült életszemléletét. Íme az alcatrazi baleseti osztály, a város egyik jellegzetes szórakozó helye. Nézzék, micsoda hely! Maga az őrültek háza. Jó estét! Megnézem, milyenek a cellák. Az italt a kezemben viszem, de van nálam egy kis tartalék is. Jó estét! Mennyi van még hátra? 2 év? Jó estét! Mennyi időt kell még lehúzni? 2 éve? Gyere be, meglátod! Igen, megyek, megnézem, jól viselkedneket. Figyelem, jön az ellenőrzés. Sok ilyen őrült bár van Tokióban? Jártam egy másikban, a Shitben. Shitben? Abban. Nagyjából az is így néz ki, azzal a különbséggel, hogy az egész hangulata sokkal ijesztő. Ott is cellába zárják az embert, csak hogy keskenyebb és egészen szűk. Ami engem illet, ez jobban tetszik. Van kórházuk is. Na, azt még nem láttuk. Van egy olyan rész is, ahol megoperálják az embert. Komolyan? Igen, az előbb láttam, hogy valaki a műtőasztalon feküdt. A nővérek meg fel alá rohangáltak valami gusztustalan dologgal. Hát akkor egészségetekre. Megyek is, mert kezdek rosszul lenni ezen a szűk helyen. Nővérke, engedjen ki! Nővérke! Úgy illik, hogy az utazást egy kimerítő éjszakával zárjuk itt, Shibuyában.
Ez a kereszteződés tükrözi a gyors és megállás nélküli tokiói életet. Ha New Yorkról azt tartják, hogy soha nem alszik, akkor a japán főváros még azért sem áll meg, hogy lélegzetet vegye. Hát akkor, sayonara Tokió! A magyar változat a Balog Mix stúdióban készült.